Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő 25 percben édes csodákról lesz szó. Mondhatnám azt, hogy cuki műsor következik. Pedig nem is az a lényeg, majd megtudják a beszélgetésből, hogy amiről beszélünk édes, sokkal inkább érdekesebb, hogy mennyire szép, mennyire formázott, és milyen rengeteg munka van benne. Vendégünk Berecz Dóri. Bocsánat a becézésért, de így ismert téged még az internetes világ is. Berecz Dóri, és amit róla tudni kell, hogy tulajdonképpen nem vagy cukrász, de imádsz tortákat készíteni. Mivel foglalkozol főállásban? Én először is sziasztok, és köszöntöm a kedves nézőket. Én egy fehérvári multinacionális cégnél dolgozom, számvitel pénzügy területen. Hát mindig is ilyen területen dolgoztam, úgyhogy nekem a cukrászat az igazából csak egy hobbi. Családnak, barátoknak sütök, szoktam indulni versenyeken, új technikákat próbálok ki, újfajta, nem csak tortákat. Mostanában elkezdtem mézes kalácsokat készíteni a múlt év karácsonyára. Egyébként ezeket nem csak karácsonyra, tehát egyéb alkalmakra is szívesen készítem. Ennyire ne is szaladjunk előre. Beszéljünk arról, hogy indultál az életedben ez a munka. Hát igazából erre nem nagyon tudok választ adni. Nagyon sokan kérdezték, hogy kezdődött. Nem emlékszem rá, én arra emlékszem, hogy gyerekkorom óta imádtam a édesanyám, nagymamám mellett sertepert élni, kis kukta lenni. A legelső tortámat szerintem 16-17 éves koromban süthettem. Ez egyébként egy ilyen klasszikus kerek torta volt, még nem volt így túl díszítve, nem volt cukormázzal bevonva, ez egyébként ajándékba készült szüleimnek. És valahogy itt így beleszerettem, hogy így olyan meglepetést okozni, örömet szerezni egy tortával, ez egy nagyon jó érzés. Van erről az első tortáról fotó is, amelyet láthatnak a televízió nézői. Azért mutatjuk meg, hogy látszon, hogy tulajdonképpen az út, hogy vitt tovább, igen, és ez, hogy meddig tudtál mindezzel eljutni, ettől függetlenül, hát erre a tortára, hogy mondjuk azt, hogy nem szép. Na. Hát ez a torta, ez már azért évekkel később született. A keresztfiam legelső szülinapjára készítettem, ez életem legelső formatortája volt. Igazából igen, ő egy, hát nem tudom, hogy mennyire felismerhető, hogy Mici Mackónak indult, aki egy kis csuprot tart a kezében. Hát egy Buddha szobor lett belőle szegényből. Hát nulla segítséggel, nulla tapasztalattal vágtam bele ebbe a tortába, de azt kell mondani, hogy nem vette el a kedvem, hanem inkább belelkesültem, és hogy már akkor, miután elkészítettem, azon gondolkodtam, hogy mi legyen a következő, és hogy tudnám kivitelezni, hogy ennél jobb legyen. Nyilván a tetszetőségről fogunk beszélni, hogy jeleztem is előre, mert hogy azt látjuk, kóstolni igazából nem kóstoltuk. De egyébként te szeretted az édességet gyerekkorodban? Igen, én most is szeretem. Egyébként már úgy vagyok vele, hogy tortát sütök, otthon egyébként sütiket is, alkalmakra, szülinapokra. És kibírod, hogy azok ne legyenek formák? Mert már nem kívánom, tehát hogy az ember eltelítődik vele. Mennyire fontos, amikor egy torta ilyen gyönyörű, hogy finom is legyen? Szerintem ugyanannyira fontos, hogy finom legyen, hiszen ugye az ember meglátja, tetszik neki, és megkívánja. Nyilván fontos az, hogy el is fogyassza, ízlik neki, finom legyen. Szerintem az pont ugyanannyira fontos. Tehát így nem mindegy, meg elég nehéz is egy formatortánál, pont azért egy formatortánál eltalálni a megfelelő piskóta és krémarányt, hogy amikor beburkoljuk a cukormasszával, az ne folyjon szét, ne essen össze, mint szegény Mici Mackónál látható. Azóta már tudom, hogy hol hibáztam, teljesen másféle anyagokkal dolgozom. Igen, akkor kezdetben még nem volt lehetőség ennyiféle anyagot, meg eszközt megvásárolni, megnézni esetleg internetes videókat, hogy hogyan lehetne ezt kivitelezni, vagy utána olvasni, hanem úgy csak úgy saját magamtól nekiálltam, és aztán ez kerekedett belőle. Tehát tulajdonképpen folyamatosan képzed magad. Igen, igen. Hát meg mindig a hibákból tanul az ember. Tehát megcsinálok valamit, aztán úgy vagyok vele, hogy amikor így elkészül, akkor azt mondom, hogy hát jó, de lehetett volna jobb is. Tehát én a legnagyobb kritikusa vagyok. Tudom, hogy hol hibáztam, és akkor azt igyekszem legközelebb már orvosolni, máshogy csinálni.
A sütéshez abszolút laikusként mondhatom, hogy még a torta formára megsütött torta is nagyon nehéz, hogy tényleg annyira tetszetős legyen, hogy ki lehessen tenni egy ünnepi asztalra. Mitől lesz a formája? Tehát ugye, mert nyilván az ember gondolja torta, akkor az egy kerekforma. Na, de hát itt nem kerekformákat, hanem csodákat látunk, meséket, történeteket. Hát igen, ugye meg kell különböztetni a dísztortákat, meg a formatortákat. A dísztorta lehet az a szép kerek torta, vagy szögletes, egyszerűbb díszítéssel, festéssel, egy kis cukorvirággal, olyan kis ízlésesen tálalva, illetve vannak ugye ezek a formatorták. Formatortákat én legtöbbször vagy egy négyzet, téglalap alakú piskótából, vagy egy kerek piskótát ugyanúgy megsütök, betöltöm a krémmel, azt alaposan le kell hűteni, az, hogy utána vágható, formázható legyen. Itt azért el kell mondani, hogy szükséges azért tényleg egy térlátás. Hogyha az segít, főleg ugye az autóban is egy autótortám, azokat mondják is, hogy az nagyon nehéz, mert ott azért nem mindegy, hogyha lekicsinyítjük a tortát, ott egy-egy milli, egy-egy centi azért elég sokat számít. Hogyha az segít, akkor ugye kinyomtatom a képet, lemérem vonalzóval, és igen, ez lehet, hogy kicsit nevetséges, de milliméter pontosan kiszoktam mérni, és ott vágom el, ott vágok bele, oda teszem a cukormasszát. Azért az eredeti szakmádnak itt megvan az előnye, hogy ezt ki tudod így számolni. Ez igen. Azt jelenti, hogy már a krémmel töltött tortát formázott? Igen, igen. Tehát nem igen. A piskótát, és utána bele a krém, hanem a krémmel töltött tortát kell formázni. Az, hogy milyen tésztából készül az a torta, az befolyásolja a formázhatóságot? Igen, én úgy gondolom, hogy befolyásolja. A legelső torta, ez a micimackós, ez egy ilyen hagyományos vizes könnyű piskótával készült. Ez nagyon tényleg ízre könnyű, meg nagyon finom is, csak a krém súlya az összenyomja a piskótát, és nehezen vágható, morzsálódik. Van egy úgynevezett formázható piskóta, ez egy nehéz felvert, olajos tésztából készült. Róla azt kell tudni, hogy miután megsül, betöltöttük, könnyen szeletelhető, könnyen lehet vágni, alakítani, és megtartja a formáját, tehát nem esik össze. Megsütöd a téglalapot, és gondolom, hogy a figurák is kijöjjenek, még egy téglalapot minimum kell sütni hozzá? Hát, vagy egy felvertet, ugye ezt is szokták mondani szakmai nyelven, egy felvertet sütünk, ez egy vastagabb piskóta, és akkor ezt vágjuk kettőbe, háromba, attól függ, hogy mekkora tortára van szükség. És mekkora az építmény rajta. Így van, hány szeletes, mekkora torta, mekkora a család. Aki látja a képeket, nézi a képeket, találkozott már, vagy fog találkozni itt a beszélgetés közben mondjuk a kávé tortával. Én ott kerestem, hogy ebbe például, de azt hiszem volt ilyen, hogy babaszóba és egyebek, hogy kerestem benne, hogy tulajdonképpen hol lehet benne a piskóta és a krém. Igen, mindkét torta, amit említettél, egyébként versenymunkám volt, és mindkét tortám aranyérmet nyert. Amihez gratulálunk örömmel. Köszönöm szépen. Hát a babaházba azt úgy kell elképzelni, hogy hosszába volt, vagy hát hosszába nézzük végül is elvágva a torta, tehát akkor a ház hátuljába volt szépen vízszintesen felépítve a torta. Az eleje meg igazából egy cukormunka volt, aki szobákkal berendezve a kávétortám, ő pedig maga a kávézsák, és a régi kis kávédaráló volt a torta. A versenyt is említetted, ez honnan jött, hogy versenyezzél is a tortáiddal? Hát igazából én már több éve kacérkodtam a gondolattal, hogy verseny, nézegettem mások munkáit, de nem volt elég bátorságom ugye elindulni egy ilyen megmérettetésen. Aztán így valahogy 2017-ben egy internetes fórumon láttam egy viszonylag hozzánk, vagy Fehérvárhoz közeli versenyt, szimpatikus volt a szervező, egyébként nagyon szeretem az ő munkáit, ő is egy cukrászhölgy, és úgy gondoltam, hogy akkor most ha törik a szakad, én elindulok, mindegy, hogy mi lesz, és odavittem, szerintem hoztam róla a képet, az volt a fantázia neve, vagy téli orvadászat, ő egy hóember volt, és egy mosómedve, aki éppen ellopta a hóember orrát. Ő egyébként aranyérmet nyert szintén, és... Honnan jött az ötlet? Pont ő. Hát a téma meg volt adva. A téma adott volt, hogy tél, minden, ami a télhez kapcsolódik, és akkor hát ilyenkor így azért így elkezdek gondolkodni, hogy akkor mit lehet, beírom ugye a netes keresőbe, hogy tél, milyen képeket hoz ki, és így mindig így tovább gondolom. Aztán egyszer csak beúrik
az ötlet, amivel elindulhatok. Tehát azért ez egy hosszas idő, amíg kitalálom, hogy mi legyen. Gondolom, keresel mosómedve fényképet. Igen, hát utána, miután megvan a téma, utána keresek képet, ezt akkor ugye lerajzolom papírra, hogy hogy fog kinézni, mégis mekkora legyen. Ugye itt számít a méret. De minden egyes versenynél megadják, hogy milyen kategóriákba lehet indulni, nem csak torta kategória van, van cukorvirág kategória, van cukorartisztika kategória, és megadják, hogy mekkora méret lehet, milyen anyagokat lehet felhasználni. Ugye ezekben nem tartásra, pont levonással jár. Azért a kérdés továbbra is ott van a fejemben, hogy el tudom képzelni, hogy van ez a piskóta kockád, amivel nekiállsz egy mosómedvének. Hogy ilyen speciális késekkel farigcsálod, hogy ennek pici orra legyen, vagy így rakod egymásra a piskótát. Elképzelni nem tudom, hogy készülhet ez. Hát nincsen semmi speciális, egy jó éles kés kell csak hozzá. Hogyha az a lényeg, hogyha minél magasabb, meg minél több emeletet rakunk össze, annak kell egy merevítés alulra, hogy azért akár a hóember pocakja, a teteje ne nyomja össze az alját. Ugyanúgy, hogy egy klasszikus menyasszonyi tortánál az emeletek közé egy pálcikával, szívószállal rögzíteni szokták 4-5 pontba, és akkor arra jön a következő emelet, aminek ugye van szintén egy karton alja, tehát ő megtartja a súlyát. Ezt utána nagyjából formára kell faragni. Ilyenkor nem kell ugye a részleteket kidolgozni, mint mondtad, a mosómedvének az órát, csak legyen meg a testének a formája, a kis kezének, a hasának a domborulatai. Utána, ami fontos, hogyha burkolt tortát készítünk, hogy a tejszínes krémre nem szabad egyből rárakni a cukormasszát, mert azt megolvasztja, hanem a kettő közé kell egy ilyen védő réteget kenni végül is, ami lehet vajkrém vagy csokiganás. És akkor erre jöhet rá a fondant, a cukormassza, vagy hát esetleg marcipán, én marcipánnal nem dolgozom, és aztán lehet ugye kialakítani neki a kis órát, ráépíteni, rásimítani a fülét, a kis szőrszálakat, azt egyesével be kell húzogatni. Miből van a szőrszál, cukor ez is? A kis testének, igen, a marcipán formázóval meg van karistolva a kis szőrszálai egyesével, de ha már szőrszálnál tartunk, akkor a babaházas torta mellett van egy maci, ő mondjuk csak cukormunka volt, az ő bundája meg üvegtésztából van felépítve, hogy ki van apróra vágva a kis szőrszálak, és úgy van beleszúrkodva egyesével a szőre. Elképesztően türelmes ember vagy, azt kell mondanom. Mennyi idő alatt készült el például a hóember és mosómedvés történet? Hát erre nem emlékszem. Mondanám, hogy 1-2 hét napok, tehát ami cukormassza része nyilván nem a torta, hanem a díszek, a kis fonott kosár. Az volt ezzel a versenymunkával, hogy elkészítettem, nagyon időben voltam, megcsináltam a kis hóembernek a piros sáját, amit egyesével, mint a fonalat kisodortam, összefontam, és azt tekertem a nyaka köré. Aztán hazajöttem este, ránéztem, és mondtam, hogy hát nekem ez nem tetszik, szétszedtem az egészet, és kezdtem előről, és gyakran csinálok ilyet, hogy meggondolom magam, szétszedem, és még verseny utolsó pillanatában, hajnalban még dolgozom. Hogy néz ki egy ilyen verseny, mert az ember úgy gondolná, hogy ott kell megcsinálni a tortát, de ezek szerint nem. Nem, hát van több kategória is. Van ilyen kategória, hogy helyszíni élő verseny, tehát amikor adnak egy hungarocell alapot például, tehát nem tortát, hanem csak egy kerek kis hungarocell formát, és akkor adnak mondjuk cukormasszát, meghatározzák, hogy most van egy óra, és akkor ott helyben valamit díszíteni kell. De a legtöbb kategória az olyan, hogy otthon kell elkészíteni, tehát akár a formatortát, akár a dísztortát, vagy az artisztikát. Hogyha megadnak témát, ez viszonylag ritkán van, akkor nyilván azon a témán belül kell valamit alkotni, de egyébként szabad témaválasztás van. Ezeken a versenyeken egyébként cukrászok és amatőrök is indulhatnak a legtöbb versenyen, tehát van olyan verseny itt Magyarországon, ami csak cukrászoknak, tehát cukrásztanulóknak szól, de azért egyre több versenyt csinálnak országszerte, ami vegyes.
Ugye ilyenkor megkírják a versenykiírásban, hogy mekkora lehet tényleg az a torta, milyen anyagokat szabad felhasználni. Ezeket a tortákat, ami formatorta vagy dísztorta, és ott a helyszínen felvágásra kerül, és ott ugye pontozzák az ízt is, azt, hogy milyen, hogy állnak a rétegek. Tehát nem lehet kéthetes piskótával neki ennek a dolognak, mert íze is kell legyen. Így van. Ezekhez a tortákhoz előírják, hogy csak ehető anyagot szabad felhasználni. Esetleg megengedik a merevítést olyan mozdulatoknál, ami amúgy máshogy nem kivitelezhető, de mondjuk szalagot, strasszkövet, nem tudom, tollat, ilyeneket nem engednek, tehát ezek mind pontlevonással járnak. Szíved nem szakad meg? Én nézegettem ezeket a képeket, amiket a tortákról küldtél. A kedvencem a mops, most már ugye elárulhatom, de ez biztos, hogyha én egy ilyen tortát kapnék születésnapomra. Én nem bírnék belevágni, hiszen annyira életű, eredeti a kis szemével, ahogy ott nézelődik a kiskutya, hogy ez valami elképesztő. Dolgozol rajta egy-két hetet. És utána hopp, egyszer csak jön egy nagy kés, és az egészet elvágja, és még meg is eszik. Hát, amivel egy-két hetet dolgozom, ő ugye inkább a cukrászati artisztika része, ezek maradandóak, őket haza is hozhatom. Ez azt jelenti, hogy a csak igazából a díszítést nézik, tehát a torta belseje, ugye a babaháznak az eleje, akkor ilyen volt a szatócsboltom is, ez azt jelenti, hogy akár egy hungarocell alapra építjük fel a cukormázat, a cukormasszát, bocsánat. És ilyenkor ugye csak azt nézik, hogy milyen technikát használtunk, hogy néz ki maga a torta, mennyire aprólékos. Amik torták, amiket ugye mondtál, hogy nem szakad-e meg a szívem, ők igen, dolgozok vele, itt is van, hogy egy-két napot, ha már díszeket is csinálok. Nem, már nem szakad meg a szívem. Az elején tényleg azért kicsit fájt, hogy így belevágtak nagykéssel, de most már nem. Egyébként én azt láttam, hogy főleg a gyerekek, mikor a gyerekeknek csináltam, és mondjuk állatos tortát, hát volt, hogy tényleg nem engedték felvágni, volt egy mókusos tortám, arról nem tudom, hogy hoztam a képet. Igen, ő olyan volt, hogy a kislány nagyon oda volt, hogy ne a mókus, tehát... Tulajdonképpen milyen krémeket viselnek el ezek a torták? Igazából bármit beletölthetünk, a lényeg az, hogy stabil legyen, tehát hogy azért ne folyjon ki, úgyhogy úgy kell a textúráját megcsinálni. Igazából én azt tudom mondani, hogy a családom, akiknek sütök, barátok, ők ezeket a könnyű, lágyabb krémeket szeretik, tehát én nem is dolgozom vajkrémmel, mint szerintem még sok cukrászda, ezek tömény, édes, nem finom szerintem. Főzött krémről beszélünk? Hát főzött krém, igen. De hát nyáron meg inkább ezek a joghurtos, tejszínes, gyümölcsös krémek, őket is lehet használni, csak őket inkább dísztortához szoktam, ami mondjuk nem cukormaszaborítást kap, hanem csak így pucéran, vagy esetleg is csokival a szélén szépen, hogy így lefolydogál, és az úgy elég mutatós. Hát ha valaki kedvet kap, úgyhogy segíts nekünk abban, hogy ezeket a cukorfigurákat hogy lehet alkotni, eleve hogy készül az anyag, amiből ők aztán elkészülhetnek majd? Hát a cukorfigurákat igazából ugyanabból a masszából készítem, amivel a tortákat burkolom. A fondant vagy cukormassza néven bármilyen cukrászati boltban megtalálhatók. Vannak már speciálisan kifejlesztett cukormasszák, például a virágokhoz. Ezeknek az a különlegessége, hogy nagyon hajszálvékonyra ki lehet nyújtani, hogy élethű legyen a szirom, és gyorsan megszárad. Tehát ez egy ilyen porcelánnál szárad gyakorlatilag, hát könnyen törik, úgyhogy arra azért vigyázni kell. Egyébként én is a kezdetben, az első pár évben saját magam készítettem ezeket a cukormasszát, ezt a cukormasszát. A neten nagyon sok recept fenn van, az alapja mindegyiknek a porcukor, a zselatin és a cukorszirup. Tehát ezeket kell összegyúrni, formázhatóvá, tökéletesen lehet ezzel és is dolgozni. És szint mivel kapja? A szint pedig ételfestékkel szoktam én is színezni. A gélállagút tudnám ajánlani, azzal elég intenzív szint lehet elérni. Kivéve a fekete és a piros, ezeket én is készen veszem, mert egy hófehér masszában nem tudunk annyi fekete festéket begyúrni, hogy az éjfekete legyen, sötét legyen, mert a sok festéktől szétjön az egésznek az anyaga, szétfolyik, és egyébként mindig szürke marad. A pirossal ugyanez a helyzet, tehát azokat inkább javaslom, hogy azt készen vegyük. Illetve
egyik karácsonyra, szülőnapomra én is kaptam egy festékszóró pisztolyt. Ezt azért szeretem, mert eléggé realisztikusan lehet vele színezni, festeni. Valamint nem kell ugye az egész masszát egybe beszínezni, begyúrni, hanem akkor mindig ugye a hófehérrel, fehérrel dolgozunk, a maradékot félretesszük, és ugyanazt felhasználhatjuk, és a végén színezzük be ugye ezzel a festékszóróval, ez egy hajszál, vagy hát nem is hajszál, lehelet vékony festékréteget visz fel ugye a felületre. A torta készítés közben kiderült, hogy kézügyességet kiváló, így aztán próbálkoztál mással is. Igen. Milyen ajándékokat készítettél? Egyébként jó lehet családtagodnak lenni. Hát remélem, hogy szeretik ők is. Hát én igen, ilyen kicsit belekóstolgatok más anyagokba és másféle technikákba is. A sütéssel kapcsolatban elkezdtem, mint mondtam, a mézes kalácsokat. Gyerekkoromban sütöttem utoljára úgy mézes kalácsot, hogy megsült, és a szélét azzal az elnagyó díszítése, szerintem mindenki tudja, miről beszélek, írókával kicsit megdíszítgettem. Egy kicsit komolyabb szintre léptem a mézes kalácssal, tehát most már azért úgy gondolom, hogy ott is a festést, egyéb díszítést szoktam rajta alkalmazni. Illetve, ami nem sütéshez kapcsolódik, az volt egy agyagszobrom, ő ajándékba készült, egy Bud Spencer-es agyagszobrom. Ez az első próbálkozás agyagból, igen, csak úgy, mert hogy megnézem, hogy mit lehet belőle formázni. Így van, így van. Nagyon tetszett, nagyon furi volt egyébként az állaga, de hát végülis semmit a tortát készítenék, csak itt könnyebb javítani, hogyha mondjuk valami leesik, valamibe belevágok, tehát azért egy cukornál meglátszik, hogyha javítva van, az agyagnál nem. Egyébként nagyon, nagyon tetszett ez a fajta technika. Miért pont Bud Spencer? Akinek készült, ő rajongó, ő szerette, és akkor gondoltam, ez egy ilyen tökéletes ajándék. És aztán készültek dobozok. Igen, szintén ajándékba készült. Ez egy speciális doboznak mutató, vagy igazából aki gyűjti a kosaras kártyákat, sportkártyákat, azt lehet, hogy tudja, miről beszélek. Vannak is fakok benne, és bele lehet ugye pakolni a kártyákat, gyakorlatilag egy ilyen kis védődoboz, és hogyha már ugye kosaras témáról beszélünk, akkor kosaras figurákat festettem rá, tehát ez a festés technika, illetve elkezdtem egy újfajta technikával dolgozni, ez a pirogravírozás. Ez mit jelent? Nagyon gyerekcipőben van, ez egy ilyen forrasztó, égető páka, amivel fára, bőrre, akár csontra is lehet ugye elég magas hőfokon, akár 400-800 fokon is égetni. Hát egy ilyen vékony kis hegye van, mint egy ceruza, és akkor azzal körberajzoljuk, színezzük, ugye nyilván minél erősebben, annál jobban éget. Hát ez még gyakorlásra vár, de tetszett. Mindez, és a torták is művészet. Még mindig nehéz felfogni, hogy tulajdonképpen emellett egészen más tölti ki a napjaidat, más a munkád, másból élsz, de azért elvégeztél egy cukrásziskolát is egy idő után. Igen, úgy gondoltam, hogy ha már ennyire szeretem, és sokan mondták, hogy miért nem végzem már el az iskolát, akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, elvégeztem egy OK-s képzés, tanfolyamot. Igazából ugye ott nagyon, nagyon alap dolgokat tanultunk, ott nem volt új tudás, nem adtak át nekem, de a papírom az megvan legalább róla. Igen. Mi a terv? Hova tovább? Hát egyelőre úgy gondolom, hogy maradok annál, hogy a családnak készítem a tortáimat, illetve nagyon szeretnék kijutni egy nemzetközi versenyre. Hát most sajnos idén az összes verseny elmaradt. Bízom benne, hogy jövőre már azért újra indulnak. A legközelebb ilyen nemzetközi verseny az talán London, Birmingham, Angliában, vannak olimpia is, úgyhogy... Feltételezem, a fejedben már van egy torta terv is. Van több is, igen, és nagyon szeretném megcsinálni. El szabad árulni belőle bármit is? Igen, őt... amit meg fogok majd csinálni remélhetőleg, ő egy sárkányvár lesz, illetve hát egy régi vár, amiben nagyon-nagyon rákaptam ezekre a kis miniatűrökre, mint a szatócsboltban is volt, tehát gyakorlatilag egy ilyen dioráma-szerű kis, hát nem mondom, hogy babaház, mert vár, tehát fiús várat szeretnék, amin lesz egy nagy sárkány.
Mindenképpen. Őt nagyon szeretném, igen. Gratulálok a Hobbithoz. Köszönöm szépen. Igen, igen, tetszetős és csodálatos munka, és nagyon örülök, hogy örömödet lelett benne. Ráadásul sikerült olyan Hobbit találni, ami szépen leköt, és még a családot is élvezi. És nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted mindezt a történetet. Köszönöm én is a meghívást, és hogy elmondhattam. Nos, kedves nézőink, Berecz Dóri után lehet próbálkozni különböző tortákkal. Szívesen megnézem az eredményt, keressenek bennünket. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra! Viszontlátásra!